szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, Fehér Rozália kiállításán, ami az Ez olyan rozis címet viseli. Engedjék meg, hogy köszöntsem körünkben Kisonti Zsolt, művészettörténész, a Missionál Galéria vezetőjét, akit szeretnék felkérni, hogy nyissa meg a kiállítást. Ja, és köszöntjük Fehér Rozáliát. Nehogy azt gondoljuk, hogy a művészet és ezen belül a festészet, a festmények értelmezése, elemzése ilyen egyszerű, formális eszközökkel megvalósulhat. A helyzet jellemzően, persze csak az igazi művészet esetében, sokkal bonyolultabb. Sőt, minél kvalitásosabb, művészileg minél értékesebb egy alkotás, annál nehezebb a valódi értelmezése, annál nehezebb kulcsot találni, akár csak az egyik értelmezési lehetőség eléréséhez is. De itt most tényleg valóságos lenne ilyen jelent venni, hiszen ezek a földi világunkhoz tartozó alakok, a képeken, a mellettem álló Fehér Rozália alkotásai, aki szintén egy két lábon álló földön valaki. Ezzel a csupán azt érte, hogy Rozi úgy fest folyamatosan és épít életművét évtizedek óta, hogy a szemmel nincs sem vágyott soha a művész lét, romantikus, sokak által elképzelt, de bizony nagyon-nagyon vágyó státusára. Ilyen szempontból hétköznapi embernek tartja magát, aki történetesen képeket fest. Pedig szerintem ő nagyon is művész, a szó csupa jó értelmében, aki olyat lát és láttat meg a világunkból, amit nem lát mindenki más. És ha netán mégis meglátnánk, sokunk, legtöbbünk bizony képtelen lenne elmondani, leírni, lerajzolni, lefesteni, és maradna az a furcsa érzés bennünk, amikor érezzük, hogy itt van a szó a szájunkon, de nem tudjuk miért, azt nem tudjuk kimondani. Köszönöm a figyelmüket, és a gyermekünkkel megtisztelték a kiállítását. Szeretettel ajánlom önöknek az ismeretlen fotókat, képeket, melyeket 2023. november 30-ig tekinthetnek meg a Művészeti Háza Kortárs Galériáján, illetve a Missionál Galériájában. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm.